illetve a szükséges reagenseket és egyebeket. Hogyha külön adóval sújtjuk őket, akkor ne csodálkozzunk, hogy ezek is esetleg megszűnnek. Köszönöm a szót. Felszólásra következik szintén két perces időkeretben Babák Mihály, a Fidesz képviselője. Milyen tisztelt hölgyek, urak, tisztelt parlament, elnök úr! Én úgy gondolom, hogy Matolcsy és Szócska urak nem vittek és nem vontak ki semmit sem az egészségügyben. Ők örököltek mégpedig rendetlenséget, hiányt és pénztelenséget. De nem csak az egészségben nincs pénz, hanem sehol sincs pénz, és pénzügyi aspektusból szeretnék csak hozzászólni, azért, mert pengélen táncol a kormány, hölgyek, urak, ha valaki még nem vette volna észre. Nehéz helyzetben az ország, és nem ez a kormány építette az egészségügyet, nem vont ki, és nem megszorított, mert ezt az előző 8 évben tették. Kérem, muszáj róla beszélni, mert önök tették, akik mostanság nagyon hangosan rikácsolnak, sőt kiabálnak. Nem alkalmazkodott az ország az elmúlt években semmihez sem, de nem csak az egészségügyben, a közoktatásban, a felsőoktatásban, a szociális ellátórendszerben, a közbiztonságban, a közpénzügyekben, a foglalkoztatásban. Hölgyek, urak, mi van rendben? Semmi nincs rendben ebben az országban, ezt mind önök csinálták, ezt a rendetlenséget. Viszont tény, hölgyeim és uraim, hogy a hiány kétszerese, eladósították az országot, nagy a munkanélküliség, nagy a nyomor, az elnéptelenedés. Rosszul él az ország, hölgyek, urak, nem vették volna észre. De hol a pénzt, kérdezhetnék sokan, és kérdezik joggal, hova tették azt a rengeteg pénzt? Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, az egészségügyi törvény kapcsán is az a kérdés, hogyan lehet ebben az országban rendet csinálni, békességet, és nem követelőzni, és nem ötletelni, hanem helyes mederbe terelni az országban a közügyeket, a közpénzügyeket, az ellátórendszereket, és minden jogágat korszerűsíteni kell, mert elmaradt 20 évvel az alkalmazkodásban az egészségügy, a munkaügy, az oktatás, a felsőoktatás és minden egyéb más. Azért, mert nem tettek semmit. Csak látszott kormányzás volt, bűn volt. Hölgyeim és uraim, azon gondolkozzunk, hogyan lehet ebben az országban rendet csinálni, hogyan lehet jobban szolgálni az ország népét. Ezt tessék elmondani. Köszönöm szépen. Igen. Úgy tűnik, hogy a vita Horváth Zsolt igénye ellenére kicsit szélesedni fog. Megadom a szót Gőgő Zoltánnak, az MSZP képviselőjének. Köszönöm, elnök úr, a szót. Babák Mihály képviselőtársamnak szeretném felvinni a figyelmét, hogy már nem ellenzékben van. Több mint egy éve kormányon vannak, és ugye tavasszal azt mondták minden, hogy csak az kell, hogy a Fidesz legyen kormány, és akkor egy csapásra minden rendben lesz. És most meg azt látjuk, hogy minden, nincs olyan terület, ahonnan ne forráskivonás lenne, csak ezen a héten igaz, egy részét még csak bizottsági szakba, de nagyjából 100 milliárd forintnyi adóemelés vagy megszorító csomag került a parlament elé. Nem is, szerintem sok képviselőtársam a Fidesz nem is tudja, hogy még 49 milliárd forint lesz a termékdíjak kapcsán a vállalkozókra terhelve, azok arra vállalkozói körre egyébként, akiknek most ígértek 500 milliárd forint tehercsökkentést, és ez úgy kerül be, hogy van egy körülbelül 100 oldalas indítvány, ami természetesen képviselő önálló indítványjal jön, és hát meglepődve tapasztaltam, hogy mondjuk miután hát nagy részben az agráriumot érinti, hogy még a fideszes képviselőtársaim se tudtak erről. Hát ez egy elég izgalmas kormányzás. Ennek az előteresztésnek egy úgymond pozitív oldala van, hogy ezt fővállalta legalább a kormány, ahogy a jövedéki adó emelést is, mondjuk azt is fájdalom, hogy például a bioüzemanyagoknál is ez bekövetkezik. Tehát azt szeretném mondani erre, hogy itt szó nincs arra, hogy itt bármilyen koncepció lenne, itt próbálták ezt megmagyarázni, hogy majd ettől lesz a csoda a magyar egészségügyben. Itt egyszerűen arról van szó, hogy ütöttek egy óriási lukat az ország költségvetésén, azzal, hogy rengeteg pénzt adtak a gazdagoknak, és hát ezt valahonnan nyilván be kell tömni. Tehát nincsen más lehetőség, ezeket a forrásokat meg kell szerezni, ugyanis nyilván, hogy nem jó célra mentek ezek a pénzek, most pedig azokat büntetik ezzel, akik egyébként erről úgy mellesleg nem tehetnek. Tehát én arra kérem önöket, hogy legalább ne ködösítsenek, hanem vallják már be, hogy is semmiféle új egészségügyi koncepcióról szó nincs, ez a saláta törvény, az egyszerű pénz lenyúlásról és arcról szól, semmi másról. Két perces reagálása következik Horváth Zsolt, a Fidesz képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr. Én azt hiszem, csak két dolgot szeretnék pontosítani a vitában elhangzottakkal kapcsolatban.
Az egyik az az lett volna, ugye, hogy az adósságszolgálatra minden 10 adóforintból 7 megy. Ez így hangzott el azzal a kis kitétellel, képviselő úr, amire önnek nagyon kell, hogy füle legyen, mert a szakterülete, hogy a személyi jövedelem adóból minden 10 forintból 7 forint erre megy el, és innentől kezdve ez egy teljesen pontos és helyén való megállapítás volt. Én tisztelettel kérem önöket, hogy legalább annyit tegyenek meg, hogy pontosan idézzük egymást. Ez mégiscsak a tisztességes vita alapját képezi. A második, amiről nagyon fontos, hogy beszéljünk, mert önök ezt igen erőteljesen elkezdték ütni, ez pedig a passzív távpénz kérdése. Akkor, amikor én államtitkár voltam az Orbán kormányban, ez valóban régen volt, akkor, ha jól emlékszem, 180 nap volt a passzív távpénznek az ideje. 2006. január 1-ével 90 napra változott a passzív távpénz ideje, 2007. április 1-ével 45 napra változott a passzív távpénz ideje, és 2009. szeptember 1-ével változott 30 napra. Most ez a 30 nap az, amiért olyan hatalmas krokodilkönnyeket hullatnak, hölgyeim, uraim. Az előtte lévő 180-ról a 30-ig vezető útról, ha esetleg beszámolnának itt a saját választóiknak, akkor egy kicsit tisztességesebb lenne a vita. Köszönöm szépen. 2 perces reagálása következik. Lampert Mónika, az MSZP képviselője. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Én azt gondolom, hogy az egészségügyi szakpolitikusoknak, a patkó másik oldalán ülő orvosoknak legalább olyan keserűség egy ilyen vitában részt venni, mint amilyen iszonyú nagy ellentmondás rejtőzik a korábbi mondataik és a mostani cselekedeteik között. Amíg ellenzékben voltak, minden egyes olyan dologra, ami a költségvetési kiadások csökkentését célzó kényszerű intézkedése volt az előző kormánynak, önök üvöltve mondtak nemet, és megnyomorításról, és mindenféle hihetetlen jelzőket használva beszéltek. Pedig higgyék meg, hogy akkor is lettek volna gondolatok, ötletek arra nézve, hogy még hova lehetne több pénzt adni, jó célra elkölteni, de nyilván, hogy főként a gazdasági válság idejében 2008-ban iszonyú kényszerek működtek, nem csak itt Magyarországon, hanem az egész világon. Ehhez képest most, amikor már a könnyebb helyzetbe kerülhetett volna a költségvetés, 1000 milliárdot elköltöttek úgy, hogy azt joggal kritizálja az ellenzék. Az 500 milliárdos MOLT is, meg az 500 milliárdos a gazdagoknak szétosztott személyi jövedelemadó többletet. 1000 milliárdot elköltöttek úgy, hogy nem lett volna muszáj. És most megpróbálják kisarcolni ezt az egészségügyből. Úgyhogy nekem minden tiszteletem Szócska államtitkár úré, akinek kezét, lábát megkötötték ezekkel a gazdasági kényszerekkel, és azt mondják neki, hogy most akkor csináljon valami mutatványt. Borzasztó nehéz így. Tehát ez a törvény nem az egészségügy jobbításáról szól. Ez arról szól, hogy a személyi jövedelemadóba a felső osztályoknak szétosztott pénzt, illetve a MOL-lal elköltött egyéb 500 milliárdot hogyan tudják kisarcolni most az egészségügyből. Aztán még persze másút is kotoráznak sajnos. Köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés, most visszatérünk az előre bejelentett felszólalók köréhez. Felszólalása következik. Heinz Tamás, a Fidesz képviselője. Képviselő úr, öné a szó. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház. Engedjék meg, hogy mielőtt rátérnék a rendes felszólalásomra, reagáljak Lampert képviselőasszony hozzászólására, mert azt hiszem nem tűr halasztást. Mi valóban az elmúlt 4 évben a patkó kisebbik felén ülve egészségpolitikusként nagyon sokszor, és úgy tűnik joggal bíráltuk azokat az egészségpolitikának nevezett álmokfutásokat és rémálmokat, amelyeket az önök egymást követő miniszterei elénk hoztak. Nagyon nagy különbség azonban az elmúlt 1 év egészségpolitikája és a korábbi évek egészségpolitikája között az, hogy míg azt semmiféle tényleges felmérés, tényleges az országban történt körülnézése, tényleges kapacitások felmérése nem történt meg. Például azt sem tudtuk, hogy hány orvos és hány nővér van az országban. Nos, ezzel szemben az elmúlt 1 évben egy tervszerű munka folyt, aminek tervszerű munkának egyik fontos eleme éppen a szemelvejt vitairat, amely mostanában már nem vitairatként
szerepel, hiszen a magyar kormány ezt elfogadta. Szóval erről ennyit a dióhéjban, és ez a nagy különbség, amely egyébként ég és föld a korábbi évekhez képest. Értettem. Az is, annak is eljön az ideje, kedves képviselő úr. Szóval akkor nézzük. Az előttem szóló ellenzéki képviselőtársaim rendszerint az előttünk álló törvénytervezet több éppen ugye 9 törvényt módosítani szándékozó, úgynevezett saláta jellegét, megszorító hatásait bírálták, és az egészségügyet szétfeszítő súlyos problémák megkerülésével vádolták a kormányzatot. A magam részéről úgy gondolom, hogy érdemes és az elhangzott kritikák fényében szükséges is a már jól bevált módszer, egy lépés hátrébb lépve elemezzük a beterjesztett törvényjavaslat tágabb körét, jogszabályi, egészségpolitikai, vagy éppen financiális környezetét. Tisztelt Ház! Az elmúlt héten elfogadta a kormány a Semmelweis tervként apostrofált az egészségügyi államtitkárság által jegyzett vitairatot, mely hosszú utat járt be az elmúlt fél év alatt. És a konzultációk, vélemények, identitások befogadása által válhatott már a vitairatból szakmai koncepcióvá. Ez a szakmai koncepciót fogadta el a kormány, aki ma a benyújtott törvényjavaslatot a Semmelweis koncepció nélkül igyekszik górcső alá venni, súlyos hibákat védhet. Nem fedez fel lényeges elemeket, és olyanokat keresgél, például plusz anyagi forrást, az pedig ugye csalódni fog. Nem a törvényjavaslat kiegészülve a Szél Kálmán terv irányával elveivel határozott kiinduló pontot jelenthet a további egészségpolitikai lépések sorában. Két héttel ezelőtt az Egészségügyi Bizottság az OEP főigazgatójának beszámolóját hallgatta meg az első 3 hónap pénzforgalmi helyzetéről. Talán már hallott, de nem eléggé ismétlendő tény az OEP költségvetése bevételi oldalának a megtekintése. Az évi mintegy 1300 milliárd forintos kiadási oldallal szemben a munkavállalók által befizetett alig több mint 630 milliárd forint áll. Az egészségbiztosító kasszája tehát több mint 660 milliárdos hiánnyal nyitja az évet. Nem most először. Ismerős ez már hosszú évek óta, mert ez a helyzet. Ez a tétel Magyarország egyik és legalapvetőbb sárga csekje, melyet minden hónapban csak hitelből képes finanszírozni. És hogy a témánál maradjunk, ilyen sárga csekk a lyukas nyugdíjkassa, az oktatásügy, a közösségi közlekedés. Mert ezeket a funkciókat mind el kell látnia egy kormányzatnak, még akkor is így volt ez, amikor önök a szocialisták kormányoztak, és piaci, majd később IMF hitelekből fenntartották a működőképes ország hamis illúzióját. Ezzel a hamis rendszerrel szakított a második Orbán kormány többek között akkor, amikor a Semmelweis terv elfogadásához kötötte az egészségügy megújítását, mely egyszerűbben szólva annyit jelent, hogy a vitairat, illetve a koncepció feladata az, hogy azokat a kisebb-nagyobb lyukakat megtalálja az egészségügy feneketlennek tűnő zsákján, ahol elfolyik a pénz, ahol ez a hitelekből finanszírozott egészségügy a fenntarthatóság szintjén működni tudjon. Ez a feltétel pedig minden igyekezet ellenére teljesült, az ellátórendszer működőképes maradt. Tisztelt Ház! Az erős felhatalmazás, melyben az ország a jelenlegi kormányzópártot részesítette, azt jelenti, hogy nagyon nagy a felelősségünk. Ez alkalmas arra, hogy olyan a korábbi kormányok gyávasága, alkalmatlansága miatt égető problémákat végre megoldjon, és tabuként kezelt, a többségi társadalom által csak megtűrt és elviselt jelenséget felszámoljon. Ilyen megtűrt és nagyon sok kiadást jelentő tabu volt a passzív táppénz intézménye. És mielőtt szociálisan oly érzékeny ellenzéki képviselőtársaim felhördülnének és kiállnának ezen intézmény fenntartása mellett, azok, akik ezt az ellátási formát korábban igénybe vették, nem a minimál béren tengődő betanított munkások és napszámosok mentőve volt, nem körülük került ki ez a réteg, nem nekik szólt a munkaügyi központ illetékese, felvilágosítva arról, hogy mit is tegyen a munkanélküli rendszerbe történő belépése előtt. Nem ezt a ellátást ismétlem, nem a minimál béresek 100 000-ei vették igénybe. Arról sem baj, ha beszélünk, hogy a passzív táppénz időszakában jött meg az étvágy. És bizony, orvos kollégák segédletével megindult a gyakran egy évre is kitolt táppénzes időszak,
amelynek végén ott volt a várva várt megmentő rokkant nyugdíj. Természetesen most nem ennek a folyamatnak a minősítése a célunk, megtette azt már régen a magyar társadalom, és ha kellett, a magyar bíróság is, hanem az, hogy ez a sokak a többség számára igazságtalan és korrupcióra is módot adó tabut ledöntsük, remélhetően teljes parlamenti konszenzus formájában. És ebben persze önökre is számítunk. A döntés pedig összhangban van a Semmelweis terv forráskoncentráló és a Széll Kálmán terv adósságcsökkentő szándékával is. Tisztelt Ház! Aki a Semmelweis koncepció olvasásában kellő mélységbe hatolt, nem kerülhette el a figyelmét a népegészségügyi területén várható paradigmaváltás. A valódi, tartalommal megtöltött, a népegészségügyi mutatókon alapuló, megelőzésen, prevención alapuló és nyugvó egészségpolitika elfogadtatása a lakosság minden rétegével és az orvos kollégákkal egyaránt, tehát az egészségügy valóban az egészségesek ügye és ne betegügy legyen. A népegészségügyi tevékenység azonban ennél szélesebb kör, elsősorban az egészség meghatározó tényezőire irányul, ezért nem egy ágazat vagy szakma kizárólagos kompetenciája, össztársadalmi feladat áll a Semmelweis koncepcióban. A törvényjavaslat módosítása ezt a célt szolgálja. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház! A saláta törvény levelei között két vékonyka levélkét azért górcső alá vennék, a jobbítás, az igazságosság szándékával és reményében. A törvényjavaslat harmadik paragrafusa pontosítja a helyi közlekedési eszköz igénybevételéhez igénybe vehető támogatást. Ez a javaslat hívta fel a figyelmemet arra, hogy a nem Budapest központú gondolkodás felvet itt egy komoly problémát. Az 1970-es évek centralizációs törekvései számos nagyobb város környéki települést a várost csatolt részévé tette, így azok önálló tanácsi, önkormányzati rendszere megszűnt, illetve a kommunista módszereknek megfelelően jól ellenőrizhetővé vált. Számos település él a mai napig ilyen alárendelt módon, ahol a lakosság, minthogy helyének minősül a közlekedés, legyen akár jó néhány kilométerre a Székely településtől, nem jár támogatás, ellentétben az esetenként hasonló távolságban lévő, de önálló településsel, ahol ez a támogatás továbbra is megjár. Kérem az államtitkárságot, illetve az OEB illetékeseit, hogy a vázolt problémát, melyet amúgy szintén a korábban kormányzó pártok a sokmilliárdos adóssággal egyetemben örökül hagytak, mielőbb szíveskedjenek korrigálni. Végül egy szó szerint lassan elhervadó magyar hungarikum sorsáról, a magyar gyógynövények forgalmazásról ejtenénk néhány szót. A törvényjavaslat 41. paragrafusa egy EU direktívának kíván megfelelni, amikor a 2011. március 31-én már forgalomban lévő növény összetevőt is tartalmazó gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények lejárati idejükig, de legkésőbb 2013. április 1-ig forgalmazhatóak lesznek. A gond csak az, hogy nehogy úgy járjunk megint, mint Európa Uniós csatlakozásunk során már számtalanszor, amikor túllőttünk a célon. Túlteljesítettük Brüsszel elvárásait, és csillogó rozsdamentes mosogatók HACCP minőségbiztosítás árnyékában várta a magyar vállalkozó csődöt, miközben a dél-európai kollégája a rendelkezésekből semmit be nem tartva vígan elérdegelt. A törvényjavaslat ebben teljesít túl, a méltán világhírű magyar gyógynövénykultúra fejlesztése ránk vár, megóvása csak nemzeti összefogásra lehetséges. A gyógynövények begyűjtése, szállítása, feldolgozása, majd forgalmazása a szakképzettséggel nem rendelkező munkanélküliek széles rétegének foglalkoztatásától egészen a világ nagy gyógyszergyárainak ellátásáig magyar kézben kell kialakulnia és maradnia. A javaslathoz ezért módosító indítványt nyújtok be. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A mai napon temetni megyünk, Márl Ferencet helyezzük délután örök nyugalomra. I.S. Gyula néhány sorát a köztársasági elnök úrtól való búcsú jegyében szellemi hagyatékaként fogadják el tőlem annak reményében, hogy egyszer megértik felszólalásainkat, és tudunk majd egyszer is közösen dolgozni. Rajtunk fordul meg, lesz-e újra ország? Lesz-e otthona ennek az anyának, aki kezünkbe adta mindenét, utolsó fillérként végső bizalmát? Mi rajtunk fordul most meg, lehet-e olyan magyarság, hogy szennybe ne folytsák? A nemzet velünk tette fel sorsát, s duplán vesztünk, ha nem nyerünk vele.
Kétperces felszólása következik, Szilágyi László, az LMP képviselője. Köszönöm a szót. Azt mondja a doktor úr, képviselő úr, hogy orvos kollégák segítettek a passzív táppénz alkalmazásában a betegeknek, sőt a baj az, hogy nem is betegeknek, hanem a frissen kirúgott embereknek, és ez egyáltalán nincsen jól, ez egy teljesen idétlen intézmény, én ezt pontosan érzem. Azt is érzem, hogy rengeteg visszaélés volt ezzel kapcsolatban, sőt nem ez az egyetlen visszaélés a rendszerben, a táppénzes rendszerben. Biztos, hogy rendet kell ebben csinálni. Én azt gondolom, hogy ennek a legjobb eszköze az lenne, hogyha a szakfelügyeleti rendszert megerősítenék és helyzetbe hoznák, mint ahogy ez most végképp nem látszik működni. Ebben komoly energiákat kellene fektetni, és én csak ismételni tudom, hogy jelen helyzetben talán nem az a megoldás, hogy ezt az intézményt eltöröljük, mert egyébként is nagyon rossz helyzetben vannak a munkavállalók, pláne azok, akik éppen elvesztik a munkájukat. Köszönöm szépen a szót. Szintén két perces reagálása következik, Babák Mihály, a Fidesz képviselője. Köszönöm, elnök úr, a szólás lehetőségét. Milyen tisztelt hölgyek, urak, engedjék meg, hogy azért térjek arra a kérdésre vissza, amely pénzügyel és általában a megújulással kapcsolatos. Szóval tetszenek tudni azt, hogy rendet csinálni a nagy rendetlenségből nagyon nehéz. Rendetlenséget gyorsan lehet tenni egy országban, itt 8 éven keresztül rendetlenség van, és iszonyú munka hárul a parlamentre, ellenzékre és kormánypártra, hogy ebben az országban egyszer átlátható rendet és gazdaságos működtetést lehessen elérni. Hölgyek, urak, ez a kihívás most 2011-ben, rendet kell tenni. És azért kértem még szót, mert azoknak a szájából hallani azt, hogy például akik kormányon voltak, többek között most miniszterasszonyt kérem, ne menjen még egy fél percig, nagyon jó dolgokat kezdett el, de mindent abba hagytak. Az önkormányzatok tekintetében, a kistérség tekintetében is abba hagyták, mert koalíciós perpatvar volt, ölték egymást. Hölgyek, urak, nézzenek csak oda az egészségügy dolgaira, szervezettségére is, megújulására. Kérem, kérdezzék meg Rász Jenő doktor urat, a Kórház Szövetség elnökét, érti és azt javasolja, hogy támogassák Szócska úrék elképzelését, mert rendet kell tenni az egészségügyi ellátórendszerben is. Nem történt meg az agráriumban sem, én nem tudom, hogy gőgös képviselőtársam miért ilyen gőgös, mert ami történt az agráriumban, az étel, a termeltáru megvédése dolgában, az skandalum, milyen tisztelt hölgyek, urak, nem történt semmi, és ami még ebből felháborító. Senki nem vállalja, hogy hogy jött össze az államadósság megduplázása. Kérem, több mint 2 millió forint lett minden magyar állampolgár államadósága, és ez öli a mai költségvetésünket, öli a terveinket, öli különben a lehetőségeinket szűkíti. Azt, hogy minden állampolgárnak több mint 2 millió forint államadósága van. És ezzel szembeállítani azt, hogy új adópolitikája van egy kormánynak, és mást preferál, és csökkenteni kívánja az adót, az mégiscsak borzasztó. A morról pedig majd a következő hozzászólásban szeretnék szólni. Köszönöm. Szintén két perces felszólása következik, Varjú László, az MSZP képviselője.